Szerint ez egy gesztus lehetne most a részünkről, hogy előre menve, mindazonáltal megvizsgálva évvégéig általánosságban ezt a helyzetet, ezt a gazdasági szituációt, ami a belvárossal, de nem mondom, nem csak a belvárossal jellemző, hogy milyen helyzetben vannak a vállalkozások. És valóban az a helyzet, az az információnk, több helyről megerősítve, hogy ez az év kifejezetten katasztrofális volt több kereskedő, gyártó, szolgáltató cég számára. Ők ugyanúgy a város polgárai, foglalkozni kell az ő igényeikkel, az ő gondjaikkal, panaszaikkal, és az volt a véleményünk többeknek a gazdasági bizottság ülésén, hogy ezzel foglalkozni kell, meg kell vizsgálni. Valóban jogosak-e a panaszok, mennyire mélyek ezek az aggodalmak, ezek a gondok, hogyan tudunk rajta segíteni, mert valóban az a helyzet, ugye, hogyha megnézzük csak a belvárosi régi kereskedőket, ugye először ide jöttek a nagy hipermarketek, már egy bevételkiesés volt a számukra, aztán jöttek a bevásárló központok, bekényszerültek oda, a megtermelt hasznuknak a nagy részét ki kell fizetni bérati díj formájában. Következő lépésben az elmúlt évben, idén meg kifejezetten érezzük valamennyien, érzik a vállalkozók, hogy egy keresletcsökkenés, vásárlóerő csökkenés tapasztalható. Mindez együttesen igen-igen nehéz helyzetet teremt a kis és közepes vállalkozások számára, akik hagyományosan működtek, jól működtek itt Pécs városában, és most nem csak azokról van szó, akik nem igazi vérbeli kereskedők és nem tudnak talpon maradni, hanem az igazi, jó vérbeli kereskedők, vállalkozók is igen-igen nehéz helyzetben vannak. Magyarul kell velük foglalkozni, és a javaslatunk az volt többeknek a bizottság ülésen, hogy a város igenis foglalkozzon velük, nézze meg a helyzetüket, vizsgáljuk meg azt, hogy mit lehet tenni az ügy érdekében. Ebben a négy konkrét esetben pedig konkrétan azt javasoltuk, hogy nemhogy az egész évre, hanem az év visszalevő hónapjaira kapjanak moratóriumot. És ezt továbbra is vállaljuk, hogy ezt képviseljük. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő, további észrevétel van-e, amennyiben nincs, határozathozatal következik. Először az A változatról szavazunk, képviselőtársaim, kérdezem, egyetérte a Perce utcai ügyeszerűség bérleti szerződéseinek megújítása során azzal az eljárására a közgyűlés, hogy nem elemelünk átmenetileg, illetve hát határozott időre bérleti díjat. Kérem, szavazzanak. Ez az A változat. Megállapodott a közgyűlés 30 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az A változat mellett döntött, a B változatról nem kell szavaznunk. Tisztelt közgyűlés, utolsó napi rendi pontunk egy tájékoztató. Egy rövid kiegészítést az előterjesztésemmel kapcsolatosan Devlázy Antónió képviselő úr múltkori hozzászólását figyelembe véve szeretnék tenni. Ez pedig az, hogy első körben azért hoztunk be tájékoztatót a közgyűlés elé, hogy egy teljes áttekintést legyen a külkapcsolatainkról, azzal az utolsó mondattal, ami a tájékoztatóban van, hogy valamennyi bizottságot felkérjük, hogy tárgyalja meg a külkapcsolatokkal kapcsolatos eddigi tapasztalatait, és a tapasztalatok összegyűjtése után pedig vagy egy koncepcióváltásról, vagy pedig beszámoló formájában, amihez lehet határozati javaslatokat tenni, vagy eltéréseket megfogalmazni, visszahoznánk a közgyűlés elé ezt az előterjesztést. Kérem, ennek figyelembevételével nyugtázzák a tájékoztatómat. Tisztelt közgyűlés, nyilvános ülésünk napirendi pontjainak végére értünk. Most következnek a napirenden kívüli hozzászólások, melynek vezetésére átadom az ülés vezetését Kenin János alpolgármester úrnak. Pécsi Városi Televízió nézőitől pedig magam elköszönnék. Egy rövid időre köszönöm a figyelmüket. Köszönöm a szót. Tisztelt közgyűlés, napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett Csík László Lajos képviselő úr, Katasztrófa vagy Kazinci címmel. Önné a szó, képviselő. Köszönöm, alpolgármester úr. Tisztelt közgyűlés, az elmúlt közgyűlés után az egyik Dunántúli napilap május 3-i számában megjelent cikket követően
Az újhegyi városrész lakói közül sokan kerestek meg telefonon és személyesen, hogy mennyire helytálló a Deák Ferenc utcai partoldal katasztrófa veszélye. Szabad-e egyáltalán arra menni, mi lesz az ott élő emberekkel? Álláspontom szerint, mivel a cikk tartalmával fogva érinti az önkormányzat településrész önkormányzat megítélését, a város, illetve a településrész lakosságának közérzetét, amely nyilvános megítélést, közlést igényelt, ezért ezen napirenden kívüli felszólalást választottam a tények közlésére, véleményem kifejtésére az iratokra, amelyet idézek. Pécs. Életveszélyes partfal omlásáról tartanak a lakók Pécset a Deák Ferenc utcában. A bátaszéki vasútvonal mentén fekvő töltés ugyanis a csapadékvíz hatására süllyedni kezdett, ezért félő, hogy bármelyik pillanatban leomlik, katasztrófát okoz, legalábbis a lakók szerint. Már fél éve tervbe vettük a partfal megerősítését, de egyelőre pénz és tanulmányterv hiányában elhalasztottuk a munkákat. Reményeink szerint azonban hamarosan megoldódik a probléma, közölte itt törölve a név, érdeklődésére a terület önkormányzati képviselője. Addig is az újhegyi lakókat kérjük, ne menjenek a veszélyes partfal közelébe. Eddig a cikk, és következzenek a tények. Elsőként az ügy pikantériája az, hogy a rézs és a felette húzódó út több mint 85%-a jelenleg magántulajdon, magánút, nem önkormányzati kötelezettségű, de az összes ingatlan védelmére már január 4-én elkészült a partfal megelősítés engedélyezési terve. Másodszor csak a magánutak közterületbe vonását követően lehet a kivitelezés céljába közpénzeket feladaton rendelni, illetve támogatására a pályáztatást megindítani. Bevallom, hogy a ne menjenek a partfal közelébe kérésnek utoljára tegnap nem tettem eleget, nem hősködésből vagy meggondolatlanságból, csak azért, mert a heti rendszeres területi munkám során erre vezetett az utam, és ismerem a 2001. január 22-e óta, ugyanúgy, mint az itt lakók, a partfal állagvizsgálatának eredményét, a megerősítés engedélyezési tervének tartalmát. Ezúton az érintetteken túl tájékoztatom a városrész lakóit és az érdeklődőket, hogy a terület tektonikailag nyugodt. Nem várható a partfaltól, hogy bármelyik pillanatban leomlik, katasztrófát okoz. A terv megoldást kínál egy régóta húzódó problémára, Újhegy déli része felől érkező felszíni vizek egy részének elvezetésére, a rendkívül megviselt, egyenetlen, kátyus útburkolat javítására, a partfal felőli rendezés mellett a teljes stabilizás kialakítására, gabion súlyfalas, terramúz zsaluzó, illetve georácsos megtámasztási móda. A szakértő és saját véleményem szerint is költői túlzás katasztrófáról bármely pillanatban bekövetkezendő omlásveszélyről beszélni, hiteles tájékoztatás helyett, vélelmezett lakói sugallattal emberekben félelmet kelteni. Remélem most nem túlzás közé tennem Kazinczy Ferenc gondolatát, amit mottóként tartom magamnak is szem előtt, és ezúton is ajánlok mások figyelmébe is, kérve, hogy csak azok vegyék magára az intelmet, akikre vonatkozik. Jót s jól, ebben áll a nagy titok, és ha ezt nem érted, szánts és ves, és hagyd másra az áldozatot. Köszönöm a kalást. Köszönöm szépen. Hozzászólás, vélemény nincs. Tisztelt képviselőtársaim, ügyrend, nem, rendes hozzászólás. Öné a szó, képviselő. Szánts, s vesz, vess, s hagyd másra az áldozatot, és nélkül. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő napirenden kívüli felszólaló Traj Ferenc képviselő úr egy halálos gyermekbaleset és annak számunkra levonható következtetése címmel. Öné a szó, képviselő. Köszönöm, alpolgármester úr. Tisztelt képviselőtársaim, azt hiszem mindannyiunkat megrendített az az értelmetlen gyermekhalál, amelynek okozója feltételezhetően egy rosszul tervezett mászóka volt. Úgy gondolom, hogy hasonló ilyen események megelőzésére nekünk is vannak feladataink. Az általunk képviselt területeken számtalan olyan játszótér van, amelyeken elhelyezett játékok, hinták, csúszdák az évtizedek alatt oly mértékben elhasználódtak, hogy felújításuk nem tűr halasztást. Az új dunántúli napló május 22-i számában megjelent egy kimutatás,
mely alapján megalapítható, hogy melyik városrészek azok, ahol ezek a problémák leginkább jelentkeztek, és a képviselő társai mennyi pénzt áldoztak a képviselői keretekből ezek felújítására. A fenti ügy kapcsán a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság egyik fontos feladatának tekintette a játszóterek állapotának felmérését, és várhatóan ez a közeljövőbe befejeződik. Kérem képviselő társaimat, hogy amennyiben a képviselői keret felosztásában még vannak tartalékok, azt szíveskedjenek erre a célra fordítani, illetve a Költségvetési Bizottságot arra kérem, hogy vizsgálja meg, hogy a költségvetésben van-e olyan rejtett tartalék, amelyből ezek a problémák rendezhetők. A Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaságot pedig arra kérem, próbáljon pályázati úton olyan kivitelezőket keresni, aki felelősséggel és a legkedvezőbb áron végzi el ezeket a feladatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hozzászólás, Tóbiás képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az előbb elhangzottakat csak támogatni tudom. Az elmúlt években fordult elő, hogy rájöttek az egészségügyek arra, hogy a gyerek ágyaknál a vasaknak a távolsága nem megfelelő, magyarul megvan a lehetőség, hogy kicsúszik a bébi a teste, és a feje nem. Ez nyilvánvaló komoly veszélyt jelent. Rájöttek, átvizsgálták, és azonnal korrigálták országszerte ezt a dolgot. Ezek hasonló dolgokra vezethetnek a játszótereken is, úgyhogy próbáljuk megteremteni a lehetőséget arra, amit a képviselőtársam javasolt. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást, egyetértünk vele. Más hozzászólás nincsen. Tisztelt képviselőtársaim, ezennel a nyílt ülés végére értünk. Meixner képviselő úr kíván szólni. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen. A kezdetén az ülésnek leadtam egy jelentkezési lapot napirend utáni szólásra. Ez ismét valószínűleg titkosították. Amit mondani fogok, az kevésbé titkos, és sajnos nagyon sok embert érint. Ugyanis a középiskolai felvételekről szeretném tájékoztatni a közgyűlést, illetve a nyilvánosságot megragadva a Pécsváros lakosságát. Az idén egy új rendszert próbált ki az oktatási kormányzat, központosította a középiskolai felvételeket, számítógépes rendszerrel próbálta meg megoldani a megoldhatatlan feladatot. Tavaly módosították ugyanis azt az eddig bevált rendszert, hogy helyben döntenek arról, hogy kik kerülnek be a középiskolákba, mondván, hogy nem elég demokratikus, mondván, hogy nem lehet követni a rendszert. Megvárom, míg képviselőtársaim elmennek előlem, és akkor utána folytatom. A tavalyi anomáliák megoldására megpróbáltak egy számítógépes rendszert összehozni, amely országosan egybefoglalva kezelte volna a középiskolás felvételeket. Ez azonban nem sikerült. Ennek következménye az volt, hogy számos helyen több gyereket vettek föl, mint amennyit egyáltalán a férőhelyszám engedélyezett volna. Számos helyen volt olyan, hogy nem vettek fel senkit. Volt olyan, aki két értesítést kapott, hogy egyszer fölvették, egyszer nem vették föl. Hál' Istennek Pécs ez alól kicsit kivételnek számított, hiszen itt lényegesen kevesebb ilyen anomáliáról tudunk, bár a Kodály gimnázium ez alól kivétel. Ott információim szerint több mint 20 gyereket értesítettek ki, hogy felvették, akit később aztán el kellett utasítani. A város közoktatás vezetése és közoktatási apparátusa ez ügyben egyet tehet, mindent elkövet annak érdekében, hogy a mások által elkövetett hibát korrigálja. Én azt gondolom, hogy ez rövidesen megoldásra kerül. Szeretném megnyugtatni a szülőket, szeretném megnyugtatni mindazok fiatalokat, akik ma bizonytalanságban vannak, hogy Pécsváros több oktatási intézményében van még üres hely, és megfelelő módon koordináljuk a jelentkezéseket. Remélem mindenki oda tud jutni, ahova szíve szerint jutott volna, abba az iskolába, hogy abba az osztályba tagozatra-e, azt persze nehéz megmondani. De az előző időben
a Lővei gimnáziumban is, és a kereskedelmi szakközépiskolában is, ahol nagy volt a túljelentkezés, indítottunk egy osztályt, a közgyűlés mai napon ezt megszavazta, tehát azt gondolom, hogy a probléma gyökerét orvosolni tudjuk. Az már egy más kérdés, hogy a központi kormányzat megtalálja a felelősöket, és megtalálja a normális megoldást mindenre. Az meg egy megint másik kérdés, hogy a Városi TV a tegnap leadott nyilatkozatomból miért vágta ki ezt a kritikus elemet. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást. Tisztelt képviselőtársaim, mivel hozzászólás nincs, nyílt napirendi pontjaink végére értünk. Megköszönve a TV jelenlétét, zárt üléssel folytatjuk 10 perc múlva. Jó hétvégét kívánunk a tévénézőknek. Viszontlátás. Kedves nézőink, Önök közvetítést láttak Pécs megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének május 24-e üléséről. A mai nap során több mint 40 napirendi pont tárgyában hozott döntést a testület. Köszönjük egész napos figyelmüket, viszontlátásra!